Sziasztok, Zenán vagyok, és bemutatom a szobámat. Na, lássuk hozzá. Mivel Dorina is megmutatta a szobáját, ezért én következem. Kezdjük az asztalról. Innivaló. Naptár. Nem tudom mi. USB kábel, ez nem is számít. Mondta. Na, ezekben egy gép is, egy tévé is. Bekapcsoljuk, bemegy a tévé is, van gép is. P8-as. Na, itt van egy márkönyvem, itt a FIFA 9, már rég itt, nem is használom, az egri csillagok. Van focis kártyáim is, az idei, meg a Messi, mert még van majd 90 a kocsiba, van a könyvek, itt találhatóak a könyvek. Ez az apukám cucca. Na, itt a basszus, billentyűzet. Itt a megosztó. Egyébként ez milyen fajta? Szerintem génius. Ugyanám, mint nekem. De jó, szerintem génius. Itt a hátulja. Na mindegy. Na, itt az egér, ez biztos génius. A hangfal. Ez nem tudom. Ez is, ez Logitech. És ott a borlagás, a tesómé. Itt az ágy, ami mindig dögleni szoktam. Itt ilyen laptop táska, benne a laptop, amit eltörtem. Kabátok, ez nem nagyon ide tartozik. Játékok, ez se. Na, itt a dugi pénzem. Hoppá. Hoppá. Na, kérem szépen, ide teszem az apró, nézzék mennyi van benne. Na, ott a, egy Ropi naplója. Ezt neked is kölcsönadom, kurva jó. Összeszartam benne magam. A ruhák, ez a, nem ide tartozik, ez sem. Na, a routerünk ott van benn, TP-Link, jaj. És ott van benn még a Crash Day játék is. Sok vezeték. Alibaba! Közben meg már egy érzem. Látod, úgy borékol. Na, mi van még itt a ruhaszállító? És a szék, aminek a hátára ki van törve. És a melyik a kamarás? Na, a haja. Az. Mi van még? Ez a tesó bőröngye. A függöny. Na. Akkor közelítsük meg a szobát, mert itt. Keletről? Nyugatra. Na, mit nem mondtunk el? Mindent. Ja, ennyi. Kis egyszerű, de nagyszerű. Na, hát, ennyi volt. Sziasztok!